Steiner Attila államtitkár úrral most már lassan egy hónapja járjuk az országot, és az összes egyetemre és főiskolára ellátogatunk. És ugye az egyetemisták azok, akik a legfogékonyabbak erre a témára, ők azok, akik igazából eldöntik azt, hogy az unokáink, dédunokáink majd milyen országban, milyen bolygón fognak élni, és ezért nagyon fontos, hogy velük beszéljünk. Úgy látjuk, hogy a napenergia az, ahol nagyon jó adottságukkal rendelkezik Magyarország, úgyhogy alapvetően erre koncentrálunk, és ez mindahhoz hozzá fog járulni, hogy maga a villamosenergia termelésben széndioxid kibocsátásmentesen termeljük legalább 90%-ba 2030-ra Magyarországon az áramot. Emellett a elektromos közlekedés elterjesztése, itt Pécsen is ismerősek az elektromos buszok, ezt szeretnénk több vidéki nagyvárosban is elterjeszteni az elkövetkezendő időszakban, és akkor emellett még harmadik területként a hulladékok kérdéskörét emelném ki, ezeknek az újrahasznosítása. Fogjuk fel úgy a hulladékokat, mint egy másodlagos nyersanyag, amit az ipar amúgy tudna hasznosítani, és itt van az országban. És ezeket szeretnénk ezzel a zöld konzultációval, amit elindítottunk, letesztelni a lakosság körében is. Nagyon fontos, hogy a lakosság támogassa ezeket az irányokat. Komoly erőfeszítések történtek már például energiagazdálkodás területén, energiamegtakarítás területén, szelektív hulladékgyűjtés összegyetemi szinten kiterjesztettük. Ugyanígy a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan 2 éve bevezetésre került, hogy PET palacmentes egyetemmé váltunk. Most ért el abba a stádiumba a Pécsi Tudomány Egyetem, a Zöld Egyetem projektben, hogy a világban az 59. közel 1000 egyetem közül, Magyarországon pedig az első. Nem csak is kizárólag a környezetvédelemről van szó, hanem arról a szemléletről, amit a 21. században már a gazdasági, társadalmi, szociális és ökológiai vagy környezeti kérdések együttkezelése jelent, hiszen jól látjuk azt, hogy a problémák rendszerben jelennek meg, így rendszerszerű válaszokat kell tudnunk adni.